Jó estét kívánok, kedves hallgatóim! Üdvözlöm Önöket a Civil Rádió új műsorsorozatában, amely a szerelem folytatása, a szeretet vagy a gyűlölet kérdőjel felkiáltójel, és minden Spíró Györgytől kölcsönöztük a műsorsorozatunknak a fő mottójaként. Mai vendégünk Füri Judit, aki a NANE Egyesületnek a önkéntes segítője. Kedves Judit, mondaná néhány szót arról, hogy hogy érkezett el a NANE Egyesülethez? Egyáltalán mit jelent ez a rövidítés, hogy NANE? Jó estét kívánok! Igen, szívesen beszélek az Egyesületről. A rövidítés az abból van, hogy nők a nőkért, együtt az erőszak ellen, és hát maga a rövidítés is elég jól hangzik, mert hogy ugye a családon belüli erőszakkal, a nők elleni erőszakkal, gyerekek elleni erőszakkal foglalkozunk. Úgyhogy ez a felháborodás, ami ebben a rövidítésben van, ez teljesen jogos. Igen, tehát ez a NANE önmagában kifejező, hogy NANE ezt csináld, vagy nem tudom, valami ilyet tartalmaz. Ön hogy került kapcsolatba a NANE-val? Hát olvastam olyan könyveket, amik a NANE gondozásában jelentek meg, nagyon érdekesek voltak. Mindenkinek vannak valahogy az életében, azt gondolom, olyan élmények, ahol erőszakkal találkozik, és hogy ezek a könyvek jó keretet adtak ezeknek a folyamatoknak a megértéséhez. És utána azt gondoltam, hogy ezt a tudást ezt szeretném hasznosítani, meg amikor ennek a tudatára ébred az ember, hogy ez a nők elleni erőszak, ez mennyire jelen van mindenhol, ez elég erős mozgatórugó ahhoz, hogy próbáljak tenni ellene. Esetleg néhány könyvet meg tudnánk említeni, vagy hol lehet hozzáférni ezekhez a könyvekhez, interneten, vagy könyvesboltban? Könyvesboltokban is, meg könyvtárakban is árulják. Lundy Bancroft az egyik kedvenc írónk, tőle már két könyv jelent meg most tervezzük a harmadik kiadását. Ő Amerikában férfiakkal, bántalmazó férfiak terápiájával foglalkozik, és ebből a tapasztalatból fakadóan írta ezeket a könyveket. Ő úgy foglalkozik ezekkel a férfiakkal, hogy közben a partnerükkel is tartja a kapcsolatot. És az egyik könyv címe az, hogy mi jár a bántalmazó fejében, a másik pedig az, hogy lehet-e jó apa a bántalmazó. És ami nagyon érdekes, meg megrázó adat, hogy tulajdonképpen ő arra jött rá, így több évtizede foglalkozik ezzel a témával, hogy nagyon-nagyon-nagyon kevés bántalmazó változik meg, azért, mert úgy dönt, hogy vagy rájön arra, hogy nem felismerésen múlik az, hogy valaki bántalmazó, hanem ez egy nagyon tudatos döntés, és általában akkor hagyják abba a bántalmazást a bántalmazók, hogyha lesz következménye a tettüknek. Tehát, hogyha azt mondják, hogy még egy ilyen és börtön, akkor abba tudják hagyni. Tehát, hogy lehet, tehát ugye ez is arra is utal, hogy nem betegség, vagy nem abból, a legtöbb esetben nem betegségből kifolyólag bántalmaznak az emberek, hanem azért, mert megtehetik. A párkapcsolati erőszaknak esetleg van valami tudományos meghatározása? Hát igen, a bántalmazásról beszélnék. Tehát, hogy több ismertetője van, az, hogy az egyik fél döntésén múlik, tehát, hogy egy bántalmazó kapcsolatra nem igaz, amit általában szoktak mondani, hogy kettőn áll a vásár, hanem valaki úgy dönt, hogy bántalmazni fog. És bármit tesz a partnere, nem ő tehet róla, és nem tudja megváltoztatni. Azt is lehet tudni a bántalmazásról, hogy szisztematikus benne a bántás, tehát hogy nem egy-egy véletlenszerű alkalomról van szó, amikor valakit megbántunk, tehát hogy a bántás meg bántalmazás fogalmát is érdemes szétszedni, hanem nagyon gondosan felépített folyamat
vita van, nagyon megdöbbentő, hogy mennyire egyformán csinálják ezt a különféle bántalmazók, tehát hogy nyilván különböző személyiségek, de a mechanizmus, a viselkedés az nagyon hasonló, és az uralkodás, tehát az a célja, hogy hatalma legyen a másik felett, hogy ellenőrizze, kontrollálja, és hogy úgy azért is csinálja ezt, mert neki haszna van belőle, mert úgy történnek a dolgok, ahogy neki jó, akkor vezeti le a feszültséget, amikor akarja, és nem nagyon lehet neki ellent mondani, tehát hogy ki van szolgálva, és mindig az ő akarata érvényesül, általában erre törekednek, és elég jól el szokták érni ezt. Az ilyen bántalmazó magatartás az tipikusan a házasságokon belül fordul elő, vagy házasságon kívüli párkapcsolatoknak is a része? Lehet. Része lehet, vannak fordulópontok, amikor egyre durvul a bántalmazás. Tehát, hogy ez is egy jellemző folyamata, hogy az elején nem mutatja ki a fogafehérjét a bántalmazó, hanem kedves, nagyon úgy próbál a kedvébe járni a partnerének, nem tudom, tehát, hogy tényleg, hát senki nem maradna a bántalmazóval, ha egyből ütne, egyből alázna. Tehát, hogy először így el kell érni azt, hogy bízom benne a partnere, és utána fokozatosan az is jellemző általában a bántalmazása, hogy egyre durvul, egyre gyakrabban vannak durvább kitörések. Mivel az uralomra törekszik, ezért vannak olyan nagyon sarkalatos életesemények, amik után általában durvul a bántalmazás, és például az esküvő az egy ilyen, mert utána már nehezebb kilépni ebből a kapcsolatból, már nehezebben tud elmenekülni a partner, és ami rettentő szomorú, meg nem gondol bele az ember, de például a terhesség, a gyerek születése is nagyon gyakran egy ilyen fordulópont, és hát legtöbben a segélyvonalat olyan nők hívják, akiknek már van gyerekük, tehát hogy nem az elején, amikor elbizonytalanodnak egy-egy fura viselkedés vagy esemény során, hanem amikor már tényleg ilyen nagyon nehéz helyzetben vannak, amikor már a bíró dönt a válásról, gyerekelhelyezésről, vagyonról, meg gyerekkel eleve kiszolgáltatottabb anyagilag a nő, tehát nehezebben tud menekülni, és erre rájátszanak a bántalmazók, elég hamar akarnak elköteleződni, házasodni és gyereket is. Általában ez is egy figyelmeztető jel. Térjünk vissza arra a mondására, amit a közvéleményben általánosnak tekintek, hogy kettő nála vásár. Tehát, hogy azt a feleséget verik meg, aki azt meg is érdemli, mert úgy viselkedett, hogy kijár neki a verés. Ez az egyik általános megközelítés, a másik pedig, hogy a férj vagy élettárs jó berúgott, és csak ebből eredő, az ittasságból eredően veri meg az asszonyt. És hát ebben egyébként a közvélemény egy jelentős része egyet is ért, hogy igen, hát ez előfordul, aztán jó van, majd kihúzanodik és elfelejtődik. Tehát erre mondta ön, hogy mind a kettő egy teljes tévedés a közvélemény többsége részéről? Igen, azt gondolom, hogy ez egy valakinek a döntése. Ha olyan emberrel vagyok együtt, aki irritál, akivel nem jó együtt lenni, akkor ott hagyhatom, nem kell megverni, nem kell alázni, becsmérelni. Tehát, hogy ez nem, tehát, hogy nem tehet arról senki, hogy megverik általában. Vagy, tehát, hogy ebben a bántalmazó kapcsolatokra itt mindenképp igaz, hogy az erőszak az semmiképpen nem megengedett, és hogy ez is egy ismérve annak, hogy egy jól működő párkapcsolatban például meg lehet beszélni minden problémát. Egy bántalmazóban az jellemző, az is egy ilyen nagyon jellemző viselkedés, vagy jelenség, ami benne van, amit a bántalmazó csinál, hogy ciklikus például. Azt említettem, hogy az elején mindegyik jól indul az összes, tehát ilyen szépnek tűnik, romantikusnak, megígér mindent, amire a nő vágyik, amit
ahogy nevelik a nőket, hogy mire vágynak, hogy gyerek, nem tudom mi, hogy. Házasság, igen. Házasság, igen. És az van, hogy utána jellemző az a időszak, amikor ilyen gyűlik a feszültség, és hogy ezt így a túlélők azt szokták mondani, hogy olyan, mintha tojáshíjon járnak, hogy így nem tudnak soha elég jók lenni, mindig izgulnak azon, hogy mikor lesz valami baj, soha nem, általában minden, tehát irreális elvárásai vannak általában a bántalmazónak, tehát hogyha az egyik nap így csinálják, akkor a másik nap pont az ellentétét kéri, és ettől nagyon-nagyon el szoktak bizonytalanodni a nők, akik ebben a helyzetben vannak, és ez egy nagyon jellemző vonása annak, hogyha valaki bántalmazó kapcsolatban van, hogy ettől is elveszti az önbizalmát, és nehezebben tud kilépni. Tehát, hogy ez jellemző, és van ez, amit mondtam, hogy így egyre sűrűsödik, egyre fokozódik a feszültség, és szokott lenni egy ilyen nagyobb kitörés, ami lehet szóbeli erőszak is, lelki erőszak, tehát nem feltétlenül a legdurvább fizikai erőszakra kell gondolni, de ez mindenképp egy határátlépéssel jár. És utána vissza szoktak venni a bántalmazók, vagy olyanok, mint a legelején, fogadkoznak, megígérik, hogy elmennek párterápiára, virágot vesznek, bombont, vagy bármit, amit ahogy kiismerték már a nőt az elején, hogy mikre vágyik, azokat ígérik, és akkor újra elkezdenek a nők bizakodni, és újraindul az egész feszültség, fokozódás és egy újabb kitörés, ami már újabb, hat, újra szűkíti a nő terét, mert megint, tehát hogy az a határt már áttörte az előzővel, amit akart. És ez nagyon-nagyon jellemző, és ez arra is jó a bántalmazónak, hogy amikor így elkezd bizakodni a nő, akkor nem lép ki a kapcsolatból, hanem újra elképzeli azt, amit az elején, hogy milyen szép lesz majd együtt, gyerekek, család. Tehát mindig van újrakezdés. Mindig, mindig, ez nagyon jellemző. Akkor szokott elmaradni ez a szép időszak, amikor már van, hogy elmarad, meg így mondjuk ez nagy százalékban igaz, nem feltétlenül van, de szerintem legalább 90%-ában van a bántalmazó kapcsolatokban ez a ciklikusság, ez az ismétlődés. És akkor már nincsen szép szakasz többnyire, amikor már úgy látja a bántalmazó, hogy úgy se lép neki a partnere ebből a kapcsolatból, mert már elszigetelte a környezetétől, már nincs önbizalma, gazdaságilag elvágta a lehetőségektől, és akkor meg, igen, tehát annyira, néha annyira összeomlanak a nők, hogy így akkor már így úgy érzik, hogy hatalmuk teljébe vannak, és már nem kell semmit ígérgetni, akkor elmarad ez a szép szakasz. Egy középkori kifejezést, kínzási módot idézve mondhatjuk azt, hogy ez olyan, mintha a nőt kerékbe törnék? Hát igen, ez lehet egy jó hasonlat erre. Nézzük akkor a fokozatokat. Már említette, hogy lelki bántalmazástól egészen a nő megöléséig, ugye az önök utcai felvonulásai minden évben egyszer piros nőalakokat imitáló táblákkal történik, tehát hogy hány nőt éltek meg ebbe az évbe ilyen bántalmazó párkapcsolat keretében. Tudnánk erre egy kicsit konkrétabb példákat mondani, hogy mi számít lealacsonyításnak, vagy fizikai, szóbeli erőszaknak? Nagyon jellemző az, hogy mondjuk a nők külsejére, az anyaságukra vonatkozóan tesznek becsmérlő megjegyzéseket. Már hogy nem tudja nevelni a gyerekét, vagy? Igen, nem jó anya, nem megfelelő anya, amikor ez egy tényleg egy nehéz kihívás anyává válni, és hogy nagyon sok feladat, nagyon sok bizonytalanság van, először csinálja, vagy az ember, igen. És akkor ebbe lehet tudni, hogy bizonytalanok, és hogyha még ementén is támadás éri őket, az borzasztó nehéz lehet. Tehát, hogyha nem támogatás van, hanem kritizálás, akkor az általában rosszul sül el. Uh-huh. És a fokozódásnak mi a következő lépcsője? Hát
hogy mikor, tehát hogy nem minden kapcsolat fordul át fizikailag bántalmazóvá. De például azért a lelki bántalmazásnak egyik gyakori, és szerintem nagyon durva a kifejlete, amikor öngyilkossággal fenyegetőzik például az elkövető, a bántalmazó. Az tehát, hogy amikor próbálja a partnerére terhelni az ő életét, meg a felelősséget, meg mindent, az is elég gyakori. Gyakran előfordul sajnos, és hogy ez azért nagy teher, hogyha így nem tudja meghozni valaki azt, vagy nem nehéz, vagy ritkán hallunk arról, hogy ez nem a másik felelőssége, hogy eldobja az életét, vagy nem, hanem ez az ő döntése. És egy újabb fordulópont, és egy újabb elhatározás, a fizikai bántalmazás a bántalmazó részéről. Hát most így, igen, tehát, hogy ezek nagyon kirakadott példák, nagyon árnyaltak ezek, most hirtelen ezek jutnak az eszembe így a beszélgetés során, de a fizikai bántalmazásnak is vannak fokozatai, amikor még csak megrázza, megszorítja a kezét, de érzékelteti, hogy ő az erősebb, tudna ennél többet is. És ami nagyon meglepődtem, amikor elkezdtem ügyelni, hogy nagyon-nagyon sokszor folytogatják a nőket ezekben a bántalmazó kapcsolatokban. Tehát, hogy tényleg, és hogy ennek általában nincsen nyoma, és nagyon ijesztő, és hogy nem is veszik olyan komolyan ezeket, hogyha ha valaki emiatt tenne feljelentést, tehát ez általában ilyen könnyű testi sértésnek számít, miközben 8 napon belül gyógyuló. Igen, miközben életveszélyben, tehát hogy biztos, hogy retteg az a nő, akit folytogatnak, és az életét félti. Igen. Ezek a bántalmazó kapcsolatok tehát általában szerelemmel indulnak? Igen, valószínű, hogy azzal indulnak. Ezt nehéz szétszedni szerintem, hogy ugye a szerelemben szeretet van, vagy az kéne, hogy mindkét fél szeretettel forduljon a másik felé, és hogy ki mit ért ez alatt, az érdekes lehet, meg hogy itt a Nanénnál azt gondoljuk, hogy a szeretet az inkább egy viselkedés, mint érzés. Tehát onnan tudjuk, hogy valaki szeret, hogy viselkedik velünk. Ha bánt, akkor nem szeret. Véletlenül nem bántanak az emberek. Olyan lehet, hogy megbántunk valakit, mert nem ismerjük, hogy mi történt velem, mi okozhat neki szóban mondjuk fájdalmat, de hogyha jelzi, elmondja, hogy ez többet nem mond, vagy ez nekem azért nehéz, mert ez történt velem, és ez fájdalmat okoz. És hogyha ezt továbbra is csinálja, akkor már tudatosan bántja. Tehát, hogy előfordulhat, hogy véletlenül valakinek a tyúk szemére lépünk, de hogyha rendszeresen rálépünk, akkor már bántalmazásról beszélhetünk. A bántások azok előfordulnak minden kapcsolatban. Csak meg lehet beszélni. Igen. A szerelem után következik a szeretet, de ezek szerint a gyűlöletnek az egyik formája úgy alakul ki, hogy valaki ilyen bántalmazó kapcsolatban él. Ez együtt kell akkor, hogy járjon a szerelem után egy elhidegüléssel. Ez az elhidegülés, ez minden egyes ilyen bántalmazó kapcsolatot jellemez? Vagy elképzelhető még az is, hogy valaki ilyen bántalmazó kapcsolatban él, de mégse gyűlöli az illetőt? Én nekem ez tehát, hogy nem gondolom ezt az elhidegülés dolgot, én ezt jobban el tudom képzelni mondjuk egy rosszul működő, de nem bántalmazó kapcsolatban, ahol nem tudják megbeszélni a problémáikat, ha beszélnek, nem vezet sehová, vagy nem az, hogy sehová, de nem tudnak jó megoldásokat kitalálni, nincs bizalom egymás között, ott el tudom képzelni, hogy ez lejátszódik. A bántalmazó kapcsolatnál ott folyamatosan ez a dinamika van, és azt nekem, én nem vagyok abban biztos, hogy a bántalmazó szereti a partnerét.
ő valószínűleg, hogy inkább azt gondolom, hogy szereti azt, ami neki jár ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy jellemző a bántalmazókra, hogy önzők azért. Tehát, hogy inkább magukat szeretik, és ügyesen manipulálják a partnerüket, a környezetet ahhoz, hogy ő elhiggye, hogy szereti. De nem hiszem, hogy ez valós szeretet. Fölolvasnék egy irodalmi idézetet, már csak azért, hogy akkor jobban megvilágíthassa ön az elhidegülés és a bántalmazó kapcsolat közötti különbséget. Ez Elif Shafak, angol-török nyelvű írónőnek a Szerelem 40 szabálya című könyvéből van. És ő a következőt írja. És ott, abban a pillanatban, az Egyszerű szakácsművészet című könyvből merített vacsora fogyasztása közben, miközben azon morfondírozott, hogyan csókolódzik a férje egy másik nővel, el a fejében világosság gyúlt. Hideg fejjel rádöbbent a valóságra. Végre tisztán látott. Igen, talán valóban félénk, visszahúzódó, és a családjához túlzottan is kötődő ember volt. Igen, talán élete során valóban nem tanult meg a saját lábán állni, de mégis képes rá, hogy egy napon innen kitörve elmenjen, és mindent és mindenkit otthagyjon. A konyhát, a kutyát, a gyömbéres süteményt, az illatos gyertyáit, gyermekeit, az elegáns házát, szomszédait, a grillpartijait, a férjét, a polcokon sorakozó szakácskönyveit. Képes rá, hogy mindezt hátrahagyva egyetlen bőröndel kisétáljon az ajtón, és képes rá, hogy fejest ugorjon a végtelen káoszt és az összevisszasságot rejtő világba. Igen, Ella Rubinstein ezen az estén rádöbbent, hogy egy napon minden átmenet nélkül képes lesz feladni, és abban az őrültséggel teli külvilágba találhatja magát, amelyet az évek óta csak félelemmel, vegyes tisztelettel és előítélettel nézett a hírműsorokba. Tehát a kérdés az, hogy az elhidegülés része ennek a bántalmazó folyamatnak, vagy pedig az elhidegülés után a bántalmazó vissza akarja szerezni a hatalmat a bántalmazott személy fölött. Ez az elhidegüléssel valahogy így nehezen tudok még mindig a bántalmazókkal, mert hogy én nekem jobban stimmelne rá az a kifejezés, hogy a felismerés, amikor rájön, hogy nem jó neki, hogy nem boldog. És ami nagyon jellemző még, hogy azt lehet tudni, most hallottam a félelem szót, de nem ebben a kontextusban, hogy félnek a bántalmazott nők. És hogy ez egy nagyon döntő bizonyíték, hogyha fél, úgy várja haza a férjét, hogy fél, hogy mi fog történni, mit kell tenni, akkor ez biztos, hogy egy bántalmazó kapcsolat. És én itt, tehát hogy tényleg az, amikor ráismer ezekre a folyamatokra, amikor már nincsen tagadásba azzal, hogy vele mi történik, hogy ez normális-e vagy nem, talán nem érzi magát egyedül, de általában elszigetelve szoktak lenni a bántalmazott nők, akkor a felismerés jön. És az, tehát, hogy az, hogy kilépni egy bántalmazó kapcsolatból, én most akkor a bántalmazó kapcsolatokról beszélek inkább, igen, mert ahhoz értek, hogy az nagyon veszélyes időszak, és az előbb említette a néma tanúkat, akikkel minden évben felvonulunk, november 25-e környékén, mert ekkor van a nők elleni erőszak felszámolásának a világnapja, vagy a küzdelem, nők elleni erőszak küzdelmének a világnapja, és én, tehát, hogy ezeknek a nőknek a történeteit a sajtóból szedjük össze. Én ezt nagyon gyakran csinálom, amióta nanés vagyok, és
azt lehet látni, hogy a legtöbb nő, akit megöltek előző évben, és a sajtóba bekerült, tehát ez nem az összes megölt nő, hogy akkor történnek ezek a gyilkosságok, amikor ki akartak lépni ebből a bántalmazó kapcsolatból, vagy kiléptek. És hogy ez így a segélyvonalon is egy nagyon fontos dolog, hogy feladat, hogy felmérjük, hogy milyen veszélyben van a nő, milyen lehetőségei vannak, mekkora támogatottsága van, és hogy mire képes az elkövető, mert ez az időszak tényleg nagyon veszélyes. Tehát, hogy általában valóra szokták váltani a fenyegetéseiket a bántalmazók. Nem akarják elengedni a nőket, mert már betörték, ahogy mondta ön ezt a középkori példát is. Nekik ez így kényelmes, pont jó, általában nem akarják újra kezdeni, birtokolják a nőt, nem szeretik, tehát hogy igen, ezt is, de ez akkor most így jobb megfogalmazás, hogy a bántalmazók a birtoklást nevezik szerintem szeretetnek. Míg a bántalmazott nők nem azt, hanem tényleg azt, hogy kedvesek legyünk, tegyünk valakiért, és hogy segítsük őt az életben, vagy támogassuk, mellette legyünk. De hogy ez így nem ugyanaz a két szó, és hogy ezzel nagyon gyakran visszaélnek a bántalmazók is, vagy ezt a szót elég gyakran elcsépelik, hogy mi a szeretet, vagy ennek nevében elég sok mindent elkövetnek. Egy kicsit térjünk rá a bántalmazott nő környezetére. Tehát ugye, amit ön kiemelt, az egyik lényeges pont, hogy magára marad a bántalmazott nő ebbe a kapcsolati rendszerbe. Hát hol van az anyja, hol van az apja a bántalmazottnak, vagy hol van a testvére, vagy a barátnője, vagy nem tudom, akivel meg tudná beszélni ezt a kapcsolatot. Hogyan tudja a bántalmazó elérni, hogy egyedül maradjon ebben a folyamatban? Ezt is nagyon szisztematikusan érik el a bántalmazók, hogy elszigetelődjön a partnerük. Sok eszközük van arra. Az elején még, amikor ilyen romantikus köntösben van, lehet, hogy az, hogy jaj, drágám, ne menjél már állandóan az anyádhoz, legyél velem, milyen jó ketten, tehát így ilyen köntösben is lehet. De az is lehet, hogy például gyakori, hogy több arca van a bántalmazónak, ez a manipuláció része, hogy kifelé általában nem látják a bántalmazókon, hogy milyen a környezete, és a szülők előtt is meg tudja magát játszani, hogy ő a legjobb fejember, a lányuk megfogta az Isten lábát, hogy ő a férjük, és amikor otthon történik a bántalmazás, akkor nem hisznek a nőnek. Ez is előfordul. Az is előfordul, hogy annyira... Hát bocsánat, ezek a bántalmazások mindig négy szem közt történnek? Igen, általában. Tehát nem a szülők, vagy a más kívülálló szemelátára? Többnyire nem. Tehát ott abban a térben teszik meg, ahol azt gondolják, hogy nem lesz következménye. Hogyha úgy látják, hogy társaság, abban a társaságban, ahol vannak, nincs következménye annak, hogy becsmérni szídja, akkor lehet, hogy ott is megteszi. Ha otthon nincs következménye annak, ahogy viselkedik a lányukkal, előfordul. Tehát meg előfordulhat, hogy ott is durván viselkedik bántóan, és de leginkább ugye a négy fal között történik, mert ott általában senki más nem látja, és biztos, hogy nem lesz következménye, és ezzel, amit előbb említettem, el tudja azt érni, hogy senki nem hisz a bántalmazott nőnek. De ami nagyon gyakori, meg a szeretet jelének szokták mondani, az a féltékenység. Van persze több módja, meg árnyalatai, de a féltékenységet a bántalmazók azok nagyon arra használják, hogy korlátozzák a partnerüket, és ok nélkül féltékenykednek, vagyis okkal, nekik okkal, vagy ürüggyel, hogy tényleg teljesen elszik. Hát elhiszi, hogy neki oka van féltékenynek lenni, elhiszi saját maga. Vagy praktikus neki, igen, tehát hogy ez gyakori, és már több nőtől hallottam
olyat, hogy fotókat készít arról, amikor elmegy valahová, akkor bizonyítania kell, hogy hol volt, de nagyon durva formái tudnak lenni ennek a féltékenységnek, és persze akkor egy idő után inkább úgy döntenek, hogy nem mennek sehová, mert hogy annyira félelmetes büntetések járnak érte, hogy akkor tényleg elszigetelődik, és inkább otthon marad, mert hát, ha megúszza úgy a büntetéseket. Az alkohol, vagy a kábítószer, vagy egyéb tudatmódosítók esetleg elősegítik a bántalmazást, kialakulását, vagy ez indiferens? Én azt gondolom, hogy indiferens. Jobban el tudom képzelni, hogy azért isznak, hogy jobban tudjanak bántani. Tehát, hogy nem fordítva van, hogy az ital miatt bántanak, hanem bántani akarnak, de az ital old valamennyi feszültséget, gátlást, és könnyebben tudnak bántani. Azért azt nehéz elképzelni, hogyha mondjuk valaki, aki nem bántalmazó, lenne egy olyan szer, amitől tudja, hogy agresszív lesz, akkor akarna abból megint inni. Vagy nem? Tehát, hogy én így gondolom. Értem. Tehát nem mentség az, hogy valaki kábítószer vagy alkohol hatása alatt áll, ez nem mentség a bántalmazásra. Szerintem nem. Nézzük akkor egy kicsit praktikusabban ezt a beszélgetést. Ugye eddig megpróbáltuk elvileg körbejárni ezt a bántalmazó kapcsolatot, de ha valaki ilyen helyzetben érzi magát, honnét tudja meg azt a telefonszámot, amit fel lehet hívni a nanénál? Hiszen nem fordult az édesanyjához, nem fordult az apjához, nem fordult a testvéreihez, vagy a barátnőihez, akkor ez az egy szál maradt, hogy meg tudjon egy telefonszámot? Van több lehetőség Magyarországon, de ahhoz képest, ahogy tudjuk, hogy mennyi nő érintett, tehát hogy minden ötödik párkapcsolatban fizikai erőszak van, tehát lehet tudni. Úristen, ezt ismételjük meg, minden ötödik párkapcsolatban fizikai erőszak van. És lelki erőszak az meg kb. A kapcsolatok felében van, tehát több százezer érintett nő van, több mint 200 000 érintett nő van mondjuk Magyarországon, és ehhez képest az ellátórendszernek nagyon szűkös keretei vannak, akár menedékhelyekkel kapcsolatban, meg van az, és akkor van több szervezet, aki próbál segíteni, mi is az egyik vagyunk, mi nálunk ugye alacsony belépési küszöb van, mert egy ingyen hívható segélyvonal az, amit nyújtunk, viszont ez is hát egyszerűen heti most már 22 óra telefonos ügyelet, és plusz 2 óra chat segély van, amit a NANE üzemeltet, és hát ezt el tudjuk képzelni, hogy több százezer nőnek ennél sokkal többre lenne igénye. Magyarországon még van az OKIT, akik tudják, hogy hol van. Micsoda az OKIT? Minek a rövidítése? Országos krízis információs telefon. Uh-huh. Hát, nem pontosan mondom, így nagyon a rövidítést szoktuk. Ők is. De ingyen... beírjuk az internetbe a rövidítést, kijön a neve. Ők is ingyen hívhatók éjjel-nappal, és ők tudják azt, hogy hol van menedékhely. Abban a pillanatban, hogy van-e hová menni, azt hiszem elég gyakran előfordul, hogy nincs, és azt is lehet róluk tudni, hogy nem tudnak például beszállni abba, hogy eljusson a menedékhelyre az, aki menekülni akar. Tehát, hogy mondhatják azt, hogy Nyíregyházán, Sopronban, vagy nem tudom pontosan, hol vannak ezek a titkos helyek, nyilván nem tudom, de hogy általában messze vannak attól, ahol van az érintett, és akkor oda el kell jutni. Tehát ez azokra a nőkre vonatkozik, akik a bántalmazó kapcsolatból már kiléptek, vagy éppen az elhatározás született meg, hogy ki akarnak lépni. Ezek számára nyújt akkor lehetőséget. Igen, tehát ez elsősorban azoknak szól, akik akutan menekülnek. Tehát, hogy aki már kilépett egy-két éve, őnek ez a, tehát, hogy tényleg krízis helyzetben segítenek.
tehát a meneküléskor hívhatóak, és akkor szoktak általában. Mert hogy a bántalmazó az üldözi a menekülőt. Igen, veszélyben van. Ahogy az előbb is beszéltünk erről, hogy ez a legveszélyesebb időszak, amikor valaki ki akar lépni ebből, és tényleg érdemes nagyon felmérni, hogy tudunk a legnagyobb biztonságban lenni ilyen körülmények. És akkor ezért titkosak ezek a menedékhelyek, hogy az üldöző ne tudja, a bántalmazó, hogy ne tudja, hogy hova menekült előle a bántalmazott. Igen. Meg tudjuk előzni, hogy bántalmazó kapcsolatba keveredjünk? Vannak figyelmeztető jelek, meg az előbb kérdezte, és nem beszéltem a nanéról, pedig nagyon szeretnék még beszélni, hogy szóval az ingyen hívható számunkat az 0680-505-101, és hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken 18 és 22 óra között vagyunk hívhatóak, és ezen kívül még kedden délelőtt 8-tól délig, és szerdán 12-től 2-ig van telefonos ügyelet, és a chat segély az meg szerdán 4-től 6-ig üzemel. Szombat-vasárnap miért nem ügyelnek? Mert kevesen vagyunk, és ez is nagyon nagy erőfeszítés. Azt is érdemes tudni, hogy azért hívható a NANE száma ingyen, mert erre mi próbálunk pénzt szerezni. Mi fizetjük a hívásokat, a NANE Egyesület, és állami támogatás nélkül működünk. Tehát, hogy ez nagyon, nagyon sokat jelent az, hogyha akár magánszemélyek, akár cégek támogatnak, vagy az 1%-ból egyre többet kapunk, de ebből tartjuk fent ezeket a minden segélytevékenységet, amit folytatunk. De azért én pontosítanám ezt, hogy kit támogat, mert a valóságban nem a nanét támogatják azok az emberek, akik adományoznak, hanem azokat a nőket, akik igénybe veszik az önök szolgáltatásait. Pontosan, igen. Igen. Kedves Füri Judit, köszönöm, hogy a Civil Rádió a Szerelem folytatása, a Szeretet vagy Gyűlölet című műsorsorozatunknak a vendége volt, és még keresnénk önt más témákban is, amely szintén a bántalmazó kapcsolathoz kötődik. Előre akkor jelezném, hogy ilyen témáink vannak még, hogy hol kezdődik az erőszak a párkapcsolatban, meddig tartható fenn a családon belüli erőszak, illetőleg az állami erőszak szervezeteknek helye van-e a családi viszonyokban, illetőleg a hálószobába bemehetnek-e. Kedves hallgatóim, köszönöm Füri Juditnak, hogy a rendelkezésünkre állt és megosztotta közhasznú információit, önöknek pedig köszönöm, hogy ezen a héten is minket választottak. Viszont hallásra!